Aranyos Ervin, hogy mit dolgozom? Anya vagyok, bár nem annak születtem. Anyává én egy csodás napon lettem. Érdekel téged, hogy mit dolgozom? Nem magyarázom, csak összefoglalom. Mikor felkelek, még alszik a család. Nézik az álmuk szebbik oldalát. Alvó arcukra lágy puszit adok. Ilyenkor én egy halk vekker vagyok. Így kezdődnek a munkás reggelek. Ébresztő után a konyhába megyek. Kezem által az asztal megtelik, ahogy készítem a finom reggelit. Amint leül az útra kész család, szakácsból már is pincérré vedlek át. Ami csak kell, kezük alá rakom, ne menj el éhen, drága angyalom. Ők útra kelnek, én itthon maradok. Utánuk mindig szép rendet rak. Takarítónő, ez most a szerepem. Elvégzem én, ha már nem szerettem. Azután én beszerző is vagyok. Ebédhez, vacsorához bevásárolok, de kreatívnak kell lennem nagyon, mert pénztárcámban nincs egy kis vagyon. Ha nálunk baj van, valaki beteg, én gyógyító, tudós orvos leszek, és ápoló, kinyugtat, borogat, és gyógyszerész kikever borokat. És tiszt leszek, ki parancsokat oszt, és panaszkönyv, ha nem ízlik a koszt. Ha ünnepelsz, én tortát készítek, s lám ilyenkor a cukrászt nézitek. Mosoly az arcon, s már fotós leszek, hiszed, magamnak fényképezgetek, aztán, mikor majd elszáll az idő, jó lesz, hogy annyi fénykép jön elő. És délután szép programot, ha van, sofőr leszek, s szállítlak boldogan. Legyen az sport, művészet, más egyéb. Én viszem el a kedves csemetém. Ha nagy leszel, s rád tör a szerelem, tanácsadóként beszélhetsz velem. Tanár leszek, ki életre tanít, és megsúgom a szerelem titkait. Amit tanultam, azt mind átadom. Nem lazsálok, nincsen szabad napom. Éjjel-nappal szolgálatban vagyok, s amíg csak élek, anya maradok.